tartós élelmiszert, gyümölcsöt és tisztálkodási szereket kapott ma délelőtt Gyuri bácsi, akit a Kecskeméti Városrendészet, a Polgárőrség és a Városi Szociális Közalapítvány együtt látogatott meg Kecskemét külterületén. A kis nyugdíjas őstermelő hamarosan kórházba megy műtétre, ezért enged jakabni alpolgármester és horvát Attiláné, a közalapítvány elnöke, szociális adományt vitt el neki. A további segítségnyújtásban és más rászorulók feltérképezésében közös programot kezdtek el a szervezet. A feladataink ellátása mellett arra is nagy figyelmet fordítunk, hogy a külterületen felkutassuk azokat az embereket, akik öregek, elhagyottak, nem nagyon törődik velük senki, és hogyha még rá is volnának szorulva, akkor sem mennek el segítséget kérni. A szervezetek jelzik majd a szociális közalapítvány felé, ha valakinek azonnal élelmiszer, gyógyszer vagy ruha kell. Ez a program egyfajta külterületi gondoskodó szolgálatként fog működni. Ők rendszeresen találkoznak a külterületen élő emberekkel, és azonnal érzékelik az, azokat, akik rászorulnak segítségre. Szerények nem ö, ö, járnak rendszeresen különböző adománygyűjtő helyekre, hogy kéregessenek, hanem szerényen próbálják maguknak azt, amiük van, beosztani. Az összefogás segít felderíteni, hol és kire kell több figyelmet fordítani ahol probléma van, a városrendészek föl tudják mérni, azt eljuttatják a polgárőrséghez. A polgárőrök sűrűben figyelnek azokra az emberekre, és akkor így egységesen ki tudunk alakítani egy olyan biztos hálót, és természetesen a város segítségével azoknak, akiknek tényleg segítségre szorulnak. Sípos László hozzátette, ezt a munkát a pandémia időszaka is megalapozta, hiszen akkor látszódott igazán, hányan szorulnak támogatásra vagy napi étkeztetésre. Az összefogásnak köszönhetően a külterületen élők nagyobb figyelmet kapnak, hogy szükség esetén azonnal tudjanak segíteni rajtuk.